Jelenleg mintegy 60 hallgató tanul duális képzés keretében a Nyíregyházi Egyetemen. A felsőoktatási intézmény célja, hogy erősítsa a versenyszférával való kapcsolatát, és még gyakorlatiasabbá tegye képzéseit, segítve ezzel a fiatalokat abban, hogy diplomas szerzésük után könnyebben tudjanak boldogulni a munkaerőpiacon. Ebben jó partnereik a helyben működő cégek, hiszen nekik is érdekük, hogy náluk helyezkedjenek el az ott gyakorlatukat töltő hallgatók, közöltett Szigeti Ferenc az intézmény oktatója 35 perc című műsorunkban. A duális képzések népszerűsítését egy 2017 óta futó projekt is segíti, amely első fél idejében számos dologra tudta felhasználni a négy év alatt rendelkezésre álló 366 millió forintos támogatást. Üzemlátogatásokra, tananyagkészítésre, a eltervezett szakmai programok megvalósítására, tehát nagyon hatékonyan hasznosul ez a tananyag. Emellett támogatja a szemléltető eszközök készítését. Sokat jelent, hogy megújulnak a, a labor, laborjaink, laboreszközöket tudtunk vásárolni jelentős összegben, mint egy 40-50 millió forint értékben új próbapadokat, tesztberendezéseket, laboreszközöket, amelyek mind a, a gyakorlatigényes, gyakorlatorientált oktatást segítik. A duális képzés 2015-ben először a gépészmérnök, majd később a gazdálkodási és menedzsment, valamint mezőgazdasági szakokon indult el, legutóbb pedig az informatikusnak tanulók számára is elérhetővé vált. Idén februártól már a jármű mérnöki szakon is képezhetnek duális formában hallgatókat, ez még jelenleg akreditálás alatt áll. Másik újdonságként az szintén gyakorlatorientált, úgynevezett kooperatív képzéseket is elindítaná az egyetem, akár már idén szel. A lényege, hogy 100 kredit megszerzése után, négy fél év elvégzése után választhatja ezt a hallgató, felvételizik ugyanúgy egy vállalathoz, és egy éven keresztül teljesít gyakorlatot, úgyhogy az elméleti oktatás mellett jelentős számú, olyan három-négy hónap időtartamú kontakt gyakorlatot tölt a vállalatnál, tehát ugyanúgy nagy óra számban igyekszik elsajátítani a gyakorlati ismeretanyagot, és talán a fő előnye ennek a képzési formának, hogy ez gyakorlatilag közvetlenül végzés előtt történik ez a gyakorlatszerzés, tehát a vállalatok már idezőjebben félkész szakembert fogadnak a gyakorlatra. Vagyis nem kell minden megtanítani nekik, ha pedig jó kapcsolat alakul ki a cég és a hallgató között, utóbbi a végzés után nagyobb eséllyel tudott elhelyezkedni. A projekt szakmai vezetője hozzátette, bár a gyakorlati képzések plusz munkával járnak a fiataloknak, később ez megtérő számukra.